Kiskörösön minden a 300 évről szól. Baján a szakma kiváló tanulói díjazták. Emelkedik a magyar borok ázsiója. Közösségi erővel állítottak májusfát Tázláron. Több százan kerékpároztak Szabadka és Kiskunhalas között. Köszöntöm nézőinket! Megyei Krónika című műsorunkkal a Bács-Kiskun megyében működő helyi televíziók közös hírműsorával jelentkezünk innen a Bajai Televízió stúdiójából. Ha tehetik, kérem tartsanak velünk! Nem mindennapi érték született Petőfi szülővárosában. Hosszú kutató és előkészítő munka után hamarosan kézbe vehetjük a Kiskörös története képeskönyvet. Ezekben a napokban kerül a boltokba az 5000 példányban készült 560 oldalas igényes kiadvány, melynek megjelenését a város 300. születésnapjához igazították a szerzők. Közel egy évtizede született már meg az ötlet, hogy jó lenne egy közérthető, de tudományos alapossággal megírt és összeállított igényes kiadványt készíteni, mely Kiskörös történetét dolgozza fel. A Kiskörös kultúrájáért egyesület neki is látott a gyűjtőmunkának, amikor létrehozta a mára már 60 ezer dokumentumot, fotót tartalmazó város történeti archívumot. Ki kellett válogatni azt, tehát most már elmondhatom, hogy több mint 1700 fotót, amely végül bekerülhetett a kiadványban. Ugye nagyon sok, tehát több mint 300 oldal nyers szöveget kell elképzelni, és ebben a szövegbe kellett beszerkeszteni nyilván az oda való képeket. A szöveg megírását korszakokra osztva hárman vállalták, időrendben Bella Tibor, Turán István és Szedmák Tamás. Nyilván azt mindenki sejti, ugye, hogy ehhez a könyvhez azért egy több éves kutató munka kapcsolódik. Egy olyan könyvet szerettünk volna, ami elsősorban az embereknek szól, népszerűsítő stílusban, ám szakmai alapossággal megírva. A könyv előkészítése nem mindennapi feladat volt a Drucker nyomda számára sem. Kiszámoltam a nyomott felületet, ez 16 hektárt jelent, hogyha szétterítenénk az összes könyv összes oldalát. Tehát ez azt gondolom, hogyha nézzük itt a területét is, egy óriási munka, egy nagyon komoly feladat a nyomda számára. A hivatalos könyvbemutató május 12-én, szombaton délután 15 órakor a Petőfi Sándor Művelődési Központban lesz. Kecelváros önkormányzata április 22-én képviselőtestületi ülés keretében ünnepelte Kecel újratelepítésének 284. és várossá avatásának 25. évfordulóját. Megtelt vendégekkel a Városi Könyvtár és Művelődési Ház nagyterme, ahol hagyományosan évek óta ez alkalommal adják át a testület által adományozott elismeréseket a kitüntetettek méltatásának ismertetésével. A megjelenteket Haszilo Ferenc polgármester köszöntötte. Mi, keceliek, méltán vagyunk büszkék városunkra, az alapítóinkra és az elődeinkre. A mai nap a legalkalmasabb Kecel életében a lecsendesedésre, a köszönetre és a hálára. A köszöntő szavak után került sor az elismerések átadására. Díszpolgári címet vett át dr. Csapi Géza gyógyszerész és Illésné Márin Éva pedagógus. Kecel városáért kitüntetésben részesült Stalter Antalné, a Keceli Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, elnök helyettese. Évvállalkozója lett Csík József, a Bács Generál Kft. Alapítója, vezetője. A testület Prokultúra díját 2018-ban Matos Józsefné, Matos Maja kapta. Az évforduló alkalmából elismerésben részesültek az előző év legeredményesebb munkát végző polgárőrei, valamint az önkormányzat, erre is emlékezem, pályázatának alkotói is. Az ünnepség után a résztvevők harangszóra sétáltak át a Patasics szoborhoz, ahol elhelyezték a tisztelet és az emlékezés virágait. Az éghajlatváltozás Bács-Kiskun megye mezőgazdaságát is fenyegeti. Főként a talaj elsivatagosodásával, vízkészleteink mennyiségi és minőségi problémáival, valamint a jégkárokkal kell felvenniük a harcot térségünk gazdálkodóinak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete ötleteket és módszereket mutatott be az érdeklődőknek április 19-én a Neumann János Egyetem kertészeti karán.
Aki ellátogatott a Neumann János Egyetem kertészeti karán tartott klímakonferenciára, az többek között megismerhette azokat a korszerű, környezetkímélő agrártechnológiai módszereket, amelyekkel megyénk szakértői igyekeznek válaszolni az éghajlatváltozás kihívásaira. Megyénkben különösen a talajok romlása, az elsivatagosodás, vízkészleteink fogyása, valamint a jégkárok jelentenek problémát. Az előadások sorában volt szó az elsivatagosodás problémájáról és a visszafelé vezető útról, azaz a talajmegújító mezőgazdaságról. Valamint bemutatták azt az országos jégkármérséklő rendszert is, amelyet május 1-én helyezett üzembe a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A bajai diákok gyűjtötték be a legtöbb érmet a szakma kiváló tanulója versenyen. A bajai egymiben megrendezett döntőn 7 szakmában és egy szakmai tantárgyban mérhették össze tudásukat a fiatalok. A legjobban teljesítő tanulók mentességet kaptak az évvégi vizsga alól. A legjobb mestermunkákat állították ki a bajai egymi aulájában. A szakiskolai és készségfejlesztő képzésben résztvevő tanulók az idei tanévben is megmérettek. A bajai döntőben a legeredményesebb diákok érkeztek. Asztalra kellett ilyen asztali diszeket kirakni. Anyák napját választottam az alkalmából, és akkor az szerint tettem az asztalra a dolgokat. A bajai diákok közül 3 is felelhattak a dobogó legfelső fokára. Csámpai Dávid az asztalosipari szerelő szakmában, Krémer János Zoltán a pargondozók között, Muskát Alexandra pedig a textiltermék összeállító részszakképesítésben bizonyult a legjobbnak. Rengeteg felkészüléssel járt, és a tanárok is eléggé kemények voltak, de nagyon jó volt. Hát a verseny alatt mindenki eléggé izgult, de végeredményben végül sikerült megcsinálni. A diákok közül sokan több szakmát is szeretnének, hogy a munkaerőpiacon több lehetőségük legyen. Hogyha már ahova az iskolában, ahova jár, és nincs munka lehetősége, akkor természetesen ez nagyon célszerű lenne, hogyha egy következő szakmát tanulhatnak meg a tanulók, és pillanatnyilag a törvények biztosítják a fogyatékkal élők számára ezt a lehetőséget. Az idei versenyen a legkiemelkedőbb eredményt a konyhai kisegítők és a számítógépes adatrögzítők érték el, akik most először új követelmények alapján vizsgáztak. Április 11-én a Költészet napja alkalmából tartotta Kecelváros önkormányzata a keceli óvodások és általános iskolások részére meghirdetett vers, riport és rajzpályázatainak eredményhirdetését. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház adott otthont a rendezvénynek, ahol a vendégeket Haszilo Ferenc polgármester üdvözölte, majd elsőként a zsűri tagjai számára adta át a köszönet virágait. A beérkezett rajzokat, verseket pedagógusokból álló szakmai zsűri értékelte, míg a riport pályamunkákat Boda Zsuzsa újságíró díjazta. A rendezvény végén Kecelváros önkormányzata hálája jeléül egy-egy szál virággal köszönte meg az óvónőknek, pedagógusoknak a gyerekek felkészítését, s a Holló Együttes interaktív koncertjével a Nebulók munkáját. Át kell térni az olajalapú gazdaságról a biomassa alapú gazdaságra. Mindez a Bács-Kiskun megyei önkormányzat május 4-i rendezvényén hangzott el, ahol szakemberek érveltek a környezet védelmét figyelembe vevő technológia alkalmazása mellett. A biomassa alapú gazdaság a jövő útja című szakmai rendezvényen szó volt egyebek mellett arról, hogy Bács-Kiskun megyében hogyan lehet kiaknázni a lehetőségeket. Szakemberek szerint fontos áttérni az olaj alapú gazdaságról a biomassa alapú gazdaságra. Ez számos területen okozhat fellendülést. Az esemény egyik célja az volt, hogy a résztvevők új információkhoz jussanak a különféle technológiák fejlődéséről. Dr. Somosné Nagy Adrián, a Pilc Nagy Kft. Ügyvezetője is az előadók között volt. Szerinte sok kihívás elé néz az emberiség, és a népesség növekedése által új feladatokat kell megoldani gazdasági és biológiai szempontból is. Dr. Lukács Pál, a Neumann János Egyetem műszaki és informatikai kar járműtechnológiai tanszékének vezetője pedig azt vallja, hogy a biomassa a több lábon állás lehetőségét, valamint a vidék és a mezőgazdaság fejlődését is képes megteremteni. Dicsérjük együtt az Urat címmel nyílt meg Kiskunhalason a 19. nemzetközi csipke kiállítás, ahol vallási tárgyú csipkéket, egyházi viseleteket mutatnak be. Az ünnepélyes megnyitón dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek mondott köszöntőt.
A csipkeház fáinak árnyas lombjai alatt gyűltek össze a halasi csipke kedvelői a városnapján. Vendégek is érkeztek szép számmal a Vajdaságból a Mester Munkaturizmus projektnek köszönhetően. Pajor Kálmán, a halasi csipke közalapítvány elnöke az alábbiakkal foglalta össze a program célját. Célunk, hogy nem csak megteremtjük, de fenn is tartjuk a kézműves művészek közötti partnerséget és együttműködést. Ezzel is igyekszünk elősegíteni a turizmust, főként a vallási turizmust. Az eseményen fellépett a Mitras pedagógus kórus Karsai Péter nyugalmazott karnagy vezetésével. A kiállításon csipkével díszített egyházi viseletek is láthatók, a kehely tartók csipkéből készített keresztek, oltárterítők, betlemek mind az urat dicsőítik. Dr. Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek nyitó beszédében kiemelte, a Dicsérjük együtt az urat kiállítás jól mutatja a szépség és a vallás harmóniáját. Bennünk van a szépség utáni vágy, és még felnőttebb korunkban keressük a létünk értelmét, a transzcendens valóságot, ebből lesz a vallás, amely kérdés végül is az egész életünknek az értelmezéséhez hozzátartozik. Aki csak teheti, természetes módon táplálja a gyermekét. Ezt szeretné népszerűsíteni a Bács-Kiskun megyei kórház újabb szakemberek és módszerek bevonásával, ezzel ösztönözve az anyukákat az anyateljes táplálásra. Van-e fájdalom, miközben összobizom? Még érzékenyek a mellbimbók. A Bács-Kiskun megyei kórház újszülött részlegén minden az anyukák és gyermekeik körül forog. Az egyik legfontosabb kérdés szüléskor az, hogy az édesanyák hogyan fogják táplálni babájukat. Sokan a tápszeres megoldást választják. Papszekeres Anita ápolási igazgatóasszony elmondta stábunknak, hogy ez azért lehet, mert a kismamák információhiányban szenvednek, és most ezen szeretnének segíteni. A kórházi védőnőink mellé önkéntes védőnőket szerveztünk be, ami azt gondolom azért is fantasztikus dolog, mert Magyarországon nincs nagy hagyománya az önkéntességnek, viszont itt a védőnők, akik egyben laktációs tanácsadók is, vállalták ezt a feladatot, és 4 fő önkéntes védőnő és laktációs tanácsadó bedolgozik, úgymond segíti a kórházi védőnöknek a munkáját. Bács-Kiskun megyében 40% alatt volt az anyateljes táplálás. A cél az, hogy 60-70% felé növeljék ezt a számot. Aktívan a tudásért. Ezt a címet viseli az a program, mely keretei közt a hátrányos helyzetű lakosokat segítik az alapfokú iskolai végzettség megszerzésében Kalocsán. A képzésben résztvevők is helyet foglaltak azon a megyei szintű szakmai tájékoztatón, ahol bemutatásra került a program. Az Aktívan a tudásért elnevezésű kiemelt projektet a munkaerő piaci szempontokból hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű személyek munkába állása érdekében hozták létre. Az alapvető cél az, hogy a hátrányos helyzetű felnőttek fejlesztését segítsük. Alapvetően a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek érintettek a projektben, tehát azok, akik álláskeresők, nem rendelkeznek magasabb iskolai végzettséggel, inaktívak esetleg. Így a projektben tervezett tevékenységek elsődleges célja a célcsoport hozzásegítése az általános iskolai végzettség megszerzéséhez. Ahhoz, hogy a munkáltató utasításait, hogy a munkautasításokat írásban teljesíteni tudjuk, vagy ahhoz, hogy bizonyos dokumentációs kötelezettségét egy munkavállaló teljesíteni tudja, ahhoz nélkülözhetetlen az írás, olvasás, szövegértés készségeinek fejlesztése. A szakmai bemutató végén az első kalocsai csoport átvehette a végzettséget igazoló oklevelet. Hogyan segíthetik a múzeumok a felnőtt képzést, illetve az élethosszig való tanulást? E kérdéskör állt a középpontjában a 7. országos és 3. nemzetközi múzeumandragógiai konferenciának, melynek Kecskemét, illetve a Katona József Múzeum adott otthont. A kétnapos tanácskozás a megyeszékhely múzeumainak szoros együttműködése révén jött létre. Kecskemét a hagyományápolás, illetve a múlt értékeinek megőrzése terén végzett munkája kapcsán méltó helyszíne az országos, illetve nemzetközi tanácskozásnak. A rendezvény fő témája idén egy a szakembereket élinken foglalkoztató témát feszeget, vagyis hogy miképpen segíthetik a múzeumok a felnőtt képzést, illetve az élethosszig való tanulás folyamatát. Az országban
a legnevesebb szakemberek ebben a témában összejönnek. Ezek a legnevesebb szakemberek, ezek megosztják a legmodernebb elképzeléseket, pedagógiai elképzeléseket, muzeológiai elképzeléseiket egymással. És nyilván hosszú távon azon gondolkodunk, és azon gondolkodik mindenki, az egész szakma is, hogy hogyan tud a múzeum az embereknek az életében valós szerepet, az emberek tanulásának a folyamatában valós szerepet betölteni. A 7. országos és 3. nemzetközi múzeum andragógiai konferencia 155 szakember részvételével 20 szekcióban és 8 helyszínen zajlik. Április 28-a a munkabalesetben elhunytak és megrokkantak világnapja. Ebből az alkalomból hirdetett a megyei kormányhivatal szakmai előadásokkal teli emléknapot, ahol munkaügyi és munkavédelmi tippeket is hallhattak a megjelentek. Az előadás elején gyertyagyújtással és egy perc néma csendet tisztelettek azok előtt, akik már nem lehetnek közöttünk. A munkabalesetben elhunytak, valamint megrokkant munkavállalók emléknapja alkalmából tartottak nyílt szakmai napot Kalocsán. 2012 óta Magyarországon is hivatalos emléknappá lett minősítve, egyébként ez egy nemzetközi emléknap, úgyhogy mi azóta tartjuk ezeket a rendezvényeket. Immáron eddig Kecskeméten, és most az első alkalommal vidékre is, Kecskeméten kívülre jöttünk, és Kalocsára szerveztük meg ezt a rendezvényt. A munkahelyen bekövetkezett halálos balesetek száma országos szinten stagnál, ám Bács-Kiskun megyében ez a szám nőtt. 4 halálos baleset volt a tavalyi évben, de azt már most látjuk, ebben az évben ez magasabb számot fog felülni, hiszen az első 4 hónapban már volt munkabalesetünk, halálos is, több is, amely azt jelenti, hogy bizony ez a szám, ez mindig, minden évben biztos, hogy előfordul halálos munkabaleset, illetve a súlyos csonkolásos balesetek száma is, ha bár időszakosan néha csökken, inkább egy hullámzó diagramot követ. A hivatalvezető elmondása alapján a baleseteket egyaránt okozzák a szabályokban nem tartása, a figyelmetlenség, illetve a véletlen. Az emléknapon 4 előadásra került sor, melyek a munkavédelemmel és a foglalkoztatással voltak kapcsolatosak. 22. alkalommal rendezte meg Kiskörösváros hegyközsége és önkormányzata, valamint a Gondűző Borlovagrend április 12-én a városi borversenyt, melynek immár 4. alkalommal a Szentpéteri Borház adott otthont. A tapasztalt szakemberekből álló bíráló bizottságok közel 80 mintát kóstoltak, melyek közül külön bizottság választotta ki Kiskörösváros borait. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadóra május 20-án a város alapítók napja keretében kerül majd sor. A városi borversenyre minden olyan borral nevezni lehetett, amelyet Kiskörösi pincében tároltak, vagy a Kiskörösi borvidéki körzet területén termett szőlőből származik. Azt a célt szolgálta volna az indulás, hogy tegyük helyére kiskörösi bort. Úgy gondolom, hogy ezt a célt ezt mindenképpen el is sikerült érni. Nagy utat tett meg a térség szőlészete borászata az elmúlt időszakban. Ma már jelentős hazai és nemzetközi versenyeken is megmérettetnek a helyi nedük. A házigazda szentpéteri család borai például az elmúlt hetekben Franciaországban és Németországban arattak sikereket. A Vinál ezt például Párizsban, vagy Burgundiában, Chardemont, ahol a Chardonnay-nk nagyon jól szerepelt, és a berlini, amely egy feltörekvő, új hullámos, de nagyon széles, több mint 11 ezer mintás borverseny. A versenyre nevezett borok közül fehér rozé és vörös bor kategóriában minden bizottság 2-2 mintát nevezhetett meg, amelyekből a külön bizottság választotta ki Kiskörösváros borait. A 78 nevezett bor közül a bírálók végül 3-at találtak nagy aranyéremre érdemesnek. Ezek a Szentpéteri Borpince 2017-es kékfrankos rozéja, ugyancsak Szentpéteriék 2017-es traminie, valamint a Vasbor Kft. 2017-es Cabernet Sauvignon bora. Aranyérmet 23, ezüstöt 40, míg bronzérmet 12 bor kapott. Április 24-én a csúcsbizottságban tevékenykedő szakemberek nem győzték dicsérni a legjobb cserszegi fűszeres és írsai olivér borokat, a kétfajta nevét viselő, immár 23. alkalommal megrendezett országos borversenyen Soltvadkerten, melyre 70 hazai pincészet nevezett. 3 bizottságban 106 bormintát, egy negyedikben pedig 16 pálinkát minősítettek az ítészek. Soltvadkerten 10. éve adnak otthont ennek a megméretésnek. 2009-ben maga a fajta nemesítője dr. Bakonyi Károly adta át a szervezés stafétabotját Fritman Jánosnak. És akkor ő egyértelművé tette, hogy a cserszegi fűszeres szülőhazája az Cserszeg Tomaj,
de azt is egyértelművé tette, hogy ő úgy látja, hogy a cserszegi fűszeres, mint fajta Soltvadkerten hazatalált. A Soltvadkerti országos borversenyre szinte minden olyan ismert pincészet nevezett, ahol cserszegit termesztenek. Soprontól kezdve Villány, Balaton, Mátra, akkor Szekszárd, Tolna, sorolhatnám, tulajdonképpen 16 borvidékről érkeztek a borok. A cserszegi fűszeres az a bor, amelynek népszerűsége évről évre nő és a fiatalok között is igen keresett borfajta. Mikor ezt elkezdtük, vagy átkerült ide a Magyar Borokházából Soltvadkertre, akkor még nem voltak ilyen népszerűek, de már akkor is azért látszott, hogy Isai nem is volt, vagy Isait azt itt a Soltvadkerten mi kezdtük ezt el, hogy Isainak is csinálják meg az országos verseny, mivel ezt Kecskeméten nemesítették. A borverseny eredményhirdetésére és az ünnepélyes díjátadásra 2018. július 7-én kerül sor a Soltvadkerti Borfesztiválon. Április 13-án 26. alkalommal került megrendezésre a Városi Borverseny, ahol 74 borminta került a szakmai zsűri elé. A mustrát Kecelváros önkormányzata, hegyközsége és a Patacsics Gábor borrend közösen szervezte. A jelenlévőket Hasziló Ferenc polgármester, Lehőc József, a borrend nagymestere, valamint Kornóci János, a hegyközség elnöke köszöntötte, majd a három bizottság összesen 35 fehér, 39 vörös, rozé és 16 pálinka mintát kóstolt végig. A bírálat során a 20 pontos rendszert alkalmazták. A verseny eredményhirdetésére május 4-én szintén a Fürtös vendéglőben került sor. Igazából hibás bort nem is találtunk, csak a viszonyításképpen mondom, és nagyon szigorú volt a kérdés. Itt az eredmények mellett további kistermelői díjakat is átvehettek a résztvevők. A májusfa, a zöldág, a természet megújhodásának a szimbóluma, és legtöbb esetben az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is. Május 1-én reggel közel 30-an jöttek össze Kiskörös főterén, hogy a város májusfáján, a közelgő születésnaphoz kapcsolódva 300 szalagot lengethessen a szellő és hirdesse a fiatalság tavaszi örömünnepét. Az eseményt a Kiskörös Városért Alapítvány szervezte. Ahogy megérkezett a fa a főtére, egyre többen gyülekeztek, nagymamák az unokákkal, anyukák, apukák a gyerekeikkel és lelkes önkéntesek, hogy a májusfára felkerüljenek a színes szalagok. 300-al ébredünk és 300-al fekszünk, tehát bármi, ami rendezvény történik a városban, azt gondolom, hogy igyekszünk valamilyen módon összefüggésbe hozni a városunk születésnapjával. Nyilván a májusfa is megcélozta ezt, és így 300 szalag díszíti. Díszítés közben a felnőtteket finom itókával, a gyerekeket pedig cukorkával kínálták a szervezők. A Tabdiról érkezett kisházas pár jóvoltából a hagyományoknak megfelelően egy üveg bor is felkerült a májusfára, amely pünkösdig hirdeti a tavasz beköszöntét. A hagyományok szerint a májusfát pünköstkor táncolták ki. Na most pünkös napján, május 21-én, ugye az folytatása lesz a Városi Napok rendezvény sorozatnak, és az ugye hétfőn, reggeltől estig nagyon gazdag programok várják majd a kiskörösieket folytatásként itt a főtéren, aminek az egyik nyilván fő látványossága lesz a pünkösdi, vagyis a májusfa kitáncolása a néptáncosainkkal. A szervezők remélik, hogy jövőre még több helyit vonz majd a májusfaállítás, hiszen nem kellene hagyni, hogy ez a népi hagyományokból gyökerező szokás feledésbe merüljön. Némely településeken hagyományőrző rendezvényként élet újjá a rendszerváltást követő időszakban a májusfaállítás szokása egy közös községi fa felállításával az adott község főterén vagy valamelyik frekventált közterületén. Ilyenkor az állításhoz települési ünnepi rendezvények is kapcsolódnak. Így volt ez április 28-án Tázláron, ahol a parkban települési májusfát állítottak a szerelmes jegyes és házaspárok, immár negyedik alkalommal. A májusfa a zöldág a természet megújulásának szimbóluma, és legtöbb esetben az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is. Idén április 28-án fát cipelő legények jelentek meg a község parkjában, majd miután megkeresték a párjukat, kart karbafonva érkeztek meg a díszítésre váró májusfához. Néhány évvel ezelőtt hagyományt indítottunk, élesztettünk újra, amit élünk ebben a pillanatban is. A májusfa szervezésnél minden évben
eszembe jut Csomor Pista bácsi, aki amíg mozogni tudott, minden év május 1-jére májusfát állított Irénke néninek. Népzenei kíséret mellett népviseletbe öltözött fiatal, idős és családos párok kötötték a színes szalagot és egy üveg vörös port a fára. Természetesen nem maradhatott el a feldíszített fa körbe táncolása sem. Ezt követően pedig kalács és bor mellett hosszasan beszélgettek a résztvevők, miközben a község májusfáján színes szalagokat lengetett a szél. Az idei év harmadik négynapos május 1-jéhez kapcsolódó hosszú hétvégéje bővelkedett programokban Soltvadkerten. A kellemes, meleg napos idő is hozzájárult ahhoz, hogy benépesüljön a vadkerti tó. A helyi lovasok és vendégeik együtt majálisozzanak, a sportkedvelők pedig az U10-es korosztály mérkőzésein szurkolhassanak. Programokban bővelkedő majálisra hívta dolgozóit a Király Békés Társa BTA vadkerti tóra. A csapatjátékok már ugye lementek, ez minden évben van, mivel hogy nagy sikere van, ez már lezajlott. Szerveztünk még gyerekeknek arcfestést, továbbá van nekik egy nagyon-nagyon nagy nékvárunk is, amit használhatnak. A soltvadkertiek mellett a környező településeken működő üzletek munkatársai és családtagjaik is ott voltak a királymajálison. A Jóiton Egyesület, amely főként lokálpatrióta egyetemista fiatalokból és helyi futókból kovácsolódott össze, szintén a vadkerti tónál szervezte meg idén második alkalommal majálisát. Kicsik és nagyok, családok és baráti társaságok együtt élvezték a szép környezetet és a szervezők által kínált programokat. A futóversennyel kezdtünk, volt mindenféle korosztálynak, óvodások, alsósok, felsősök, utána pedig a felnőttek az egész tó körbefutását bevállalták. Azóta igazából a kutyások, a vadkerti kutyaiskolások tartottak úgymond egy bemutatót, állatokat lehetett simogatni, a gyerekeknek különböző programok vannak, elindultak a főzések. A Soltvadkerti Lovas Klub egy régi hagyományt élesztett újra május 1-én, amikor Vadász Béla birtokán az akasztóról, csengődről és páhiról érkezett vendégekkel majálisoztak a klub tagjai. A finom ebéd mellett a csikósok ügyességi versenyével és fogadhajtással mulatták az időt a résztvevők. És hogy a sportkedvelők is találjanak programot maguknak, május 1-én első alkalommal szervezte meg a Soltvadkerti Focisuli a Pölöskei Kupát, amelyen a 2011. január 1-je után született gyerekek vettek részt Kiskörösről, Izsákról, Kecskemétről, Kunszentmiklósról és természetesen Soltvadkertről. A tornán 80 gyermek vett részt, akiknek több mint 100 szülő szurkolt a mérkőzéseken. Az egész egyesületi majálist azt átszerveztük a legkisebb korosztálynak, a 2011 utáni születteknek, mivel a bozsiktornákon, a fesztiválokon ezek a gyerekek általában ilyen játékos vetélkedőkön is kevesebbet futballoznak. És hát azért mondjuk meg őszintén, hogy a futball a lényege, a mindennek az alapja. Az első alkalommal megrendezett kupát a Kiskörös LC egyes számú csapata nyerte. Több százan vettek részt a 4. Szabadka Kiskunhalas kerékpáros és veterán járműves túrán. Szombaton a déli órákban a Hősök ligetéhez érkezett be a menet, itt meg is lehetett nézni a kiállított járműveket. Hosszú sorban gördültek be halasra a Szabadkáról, Magyar Kanizsáról és más vajdasági településekről érkező kerékpárosok, valamint veterán autós és motorosok. A halasiak közül többen a határnál várták a vendégeket, míg mások a város déli bejáratánál csatlakoztak a menethez. A csoportot a város képviseletében Juhász György önkormányzati képviselő kísérte, maga is kerékpárral. Mint mondta, jó látni, hogy sokan már barátokként, ismerősként köszöntik egymást. Érdekes dolog, hogy halasról milyen sokan lementek a határa, ugye 33 kilométert letekernek, hogy aztán visszajöhessenek onnan is, és fölkísérhessék ide halasig a szabadkai barátaikat. A halasiak 2011 óta kerékpároznak át minden évben Szabadkára, így lesz ez idén augusztusban is, ők pedig 2015 óta viszonozzák a látogatást, és minden évben egyre többen. Nem csak a biciklisek, a motorosok, autósok is ápolják a kapcsolatokat, és részt vesznek egymás rendezvényein. A menet beérkezése után Király Gábor, a Halasi Bringa Barát Klub vezetője, egy erre az alkalomra készült halasi csipkét adott át Péter Lászlónak, a Szabadkai Túra szervezőjének, és Bicskei Gábornak, a Magyar Kanizsai Klub képviselőjének, a lakosság pedig megnézhette a felsorakozott veterán járműveket. Kedves nézőink, a Megyei Krónika műsorát az internetről is megnézhetik, letölthetik, ha ellátogatnak a következő hónapok valamelyikére.
Műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!